És ha már szóba került az autizmus, akkor egy héttel ezelőtt pedig az autizmus világnapja volt, és ezzel a témával foglalkozott, és foglalkozik jelen pillanatban is például Pécsett Szilágyi Jenő. Most ő következik. Szervusz, jó reggelt kívánok! Szervusz, köszöntöm a napi nyitó nézőit. Itt van mellettem Kádárné Szántó Nikolett, az egyesület elnöke, akitől az első kérdés az természetesen az, ugyan nagyon sokan hallották már azt, hogy autizmus, de tulajdonképpen mit jelent ez? Tehát ez egy betegség, egy állapot, vagy mi? Szeretjük azt mondani, hogy az autizmus az egy állapot, kevésbé betegségként tekintünk rá, ez nagyon fontos a hétköznapi életben, azt gondolom az érintettek számára is. Az autizmus az egy spektrum zavar, ez azt jelenti, hogy nagyon széles körben érintettek különböző képességzavarok tekintetében. Ami nagyon fontos, én azt gondolom, hogy a részletezés helyett inkább ezen esemény szempontjából, hogy az autizmusra azért fontos felhívni a figyelmet, mert egyre több érintett személy él a környezetünkben, illetőleg ez egy olyan élethosszig tartó állapot, mert az élet minden területén megjelenik és nehézséget tud okozni. Mit kell tudnunk erről a jótékonysági futásról? A jótékonysági futásunk a Fuskékben és Lásd a világot autista szemmel programi már negyedik alkalommal szervezzük meg hagyományt teremtve. Egy picit szeretnénk közösségi platformot biztosítani a szemléletformálásnak, hiszen maga az esemény nem csak az érintetteknek, hanem a nem érintetteknek is leginkább szól. Szemléletformáló programokkal készülünk, futással, mindenféle tombolával és egyéb lehetőséggel mind az érintetteknek, mind a nem érintetteknek, illetve lehetőséget biztosít arra, hogy egy közös program erejéig emlékezzünk meg az autizmusra, az autizmusra kapcsolatos valós tudást szeretnénk átadni, és hát nem utolsó sorban együtt lenni, ez egy nagyon fontos esemény, azt gondolom, és hát a bevétel az, mint mindig most is az egyesület, illetve egy másik egyesület, akikkel együtt szervezzük második éve az Egy másik út alapítványnak fog menni, amiből a fenntartásunk, illetve számunkra a nyári tábor megvalósulását szeretnénk biztosítani. Röviden, milyen programok lesznek még a futáson kívül? Hát a futáson kívül gyakorlatilag a szemléletformáló programokkal várjuk az érintetteket, beszélgetéssel kicsiket, nagyokat. A tombolán keresztül lehet szintén támogatni az egyesületet, és hát maga a futás, a közös beszélgetés és a közös játék, hiszen a tüskés réten ugye lehetőség lesz nem csak a futásra, hanem a gyermekekkel való közös játékra, így inkább egy ilyen szabadabb, közös időeltöltést szeretnénk tervezni ebben az időszakban, és hát együtt lenni és az autizmusról beszélgetni. Nikolett, köszönöm szépen, és sok sikert a rendezvényhez. Aki tehát szombaton úgy gondolja, hogy szeretne segíteni, vagy egyszerűen csak érdekli egy jó délelőtti program, annak ott a helye Pécsett a Tüskés réten. Jenő, köszönjük szépen!